Ha szeretnél megfelelő társat magadnak, akkor ne legyenek elvárásaid, az igényeiddel viszont legyél tisztában. Szeretettel köszöntelek, Németh Jerika vagyok, önismereti tréner, a Tudatom Önismereti Stúdióból. Korábban már sok videót készítettem arról, hogy mi a különbség az igény és az elvárások között, úgyhogy mielőtt kommentelni kezdesz ez alá a videó alá, nagyon szépen kérlek, hogy nézd meg ezeket. Leginkább különös tekintettel azt a videót, aminek valahogy azt a címet adtam, hogy legyen nagyon sok igényed, de ne legyenek elvárásaid. Most tulajdonképpen ugyanezt a témát fogom egy picit fejtegetni. Nagyon sok emberrel találkozunk mi az önismereti kurzusaink, konzultációink, elvonulásaink kapcsán, és nagyon sokszor a beszélgetések, az előadások abba a témába torkollanak, amit a társkeresés jelent. És akkor panaszkodnak a nők is, panaszkodnak a férfiak is, a másik nemre, és elmondják, hogy mennyire nagyon nehéz dolog megtalálni a megfelelő társat. A nők elmondják, hogy a férfiak komolytalanok, hogy ghostingolnak, hogy eltűnnek, hogy többségük csak szexet akar, hogy nem akarnak elköteleződni, és még folytathatnám. A férfiak pedig elmondják, hogy a nők rengeteg elvárással közelítenek a kapcsolathoz, hogy igazából egyáltalán nem megértőek már a nők, és hogy legtöbbjük teljesen hamis módon 100 évvel ezelőtti fényképeket rak föl magáról a társkeresőre annyira, hogy a találkozás alkalmával személyes találkozás alkalmával a férfi meg sem ismeri a nőt, akivel korábban levelezett. Mind a két nemnek lehetne jó sok strigulát húzni a számlájára, de én most nem ezt szeretném ebben a videóban. Ezek a társkeresők el is szokták mondani azt is, hogy ők az alapján keresik a társukat, hogy már összeírták maguknak, hogy mit is szeretnének kapni egy párkapcsolatban. És amikor ez a téma előkerül, akkor kiderül, hogy a listájuk az tulajdonképpen nem is az igényeiket tartalmazza, hanem egy hatalmas és nagyon bőséges 250 tételből álló elvárás listát arról, hogy milyen is legyen a másik fél. A nők nagy része ezt nagyon gondosan össze is írja, és nem veszi észre, hogy a tételek között nagyon sok egymásnak ellentmondó tétel szerepel. Mire jó egy ilyen elváráslista? Miközben az elméd azt hiszi, hogy ez az elváráslista egy fantasztikus biztosíték lesz arra, hogy a megfelelő társat választ, és a megfelelő társ mellett, ha ezek teljesülnek benne, akkor boldog lehess, a valóság azonban nem ez lesz. Minél bőségesebb az elváráslistád, annál biztosabb, hogy vannak benne ellentmondásos tételek, annál biztosabb, hogy nem létezik az a személy, akire ez mind ráilleszthető lenne, vagyis minél hatalmasabb és bőségesebb és részletesebb az elvárás listád a másik félről, annál biztosabb, hogy meg fogod akadályozni vele a megfelelő társ kiválasztását. És tulajdonképpen erre megy ki a játék. Az elméd annyira fél a csalódástól, lehet, hogy jogosan, mert korábban sokszor megütötted a bokádat a másik nemmel, de annyira fél a csalódástól, és annyira fél megmutatni téged, annyira félsz megmutatni önmagadat egy kapcsolatban, hogy inkább biztosítékul felállítasz egy hatalmas nagy elváráslistát. Az, hogy nem mered megmutatni magad a párkapcsolatban, vagy félsz a csalódástól, ugyanis azt jelenti, hogy sem erőt, sem hitet nem érzel magadban ahhoz, hogy a szokványos párkapcsolati szokásokat vagy harcokat megvívd, és kialakítsd a magad számára azt az előnyös keretrendszert egy párkapcsolatban, amiben boldognak érezhetnéd magad. Ezért tulajdonképpen ezzel nem is foglalkozol, hanem már eleve egy olyan társat szeretnél, akiben minden megvan, még olyan dolgok is, amik benned meg nincsenek meg. Nézzük, hogy mik a legnagyobb problémák ezekkel az elváráslistákkal. Az első, amit már említettem, hogy nagyon sokszor egymásnak ellentmondó tételeket tartalmaz, anélkül, hogy észrevennéd. Figyelem sokszor, hogy a hölgy leírja, vagy a hölgyek leírják, hogy nagyon szeretnének egy nyitott, kedves, egy sok mindenre kíváncsi férfit, akivel nagyon sok mindent lehet csinálni, aki áramlik, aki pozitív szemléletű, de
ez a férfi még véletlenül se akarjon más nőkkel semmilyen formában kapcsolódni, ha lehet, ne is legyenek nő ismerősei. Ez nem működik. Az az ember, aki nyitott, aki kedves, aki áramlik, aki mindenki felé képes örömöt megélni és sugározni, az bizony mindenki felé kedves lesz. Úgyhogy nem lehet leszabályozni ezt, hogy legyen nagyon cuki, kedves, odaadó, segítőkész, de csak veled, és vágjuk le a szárnyait, hogy a külvilág felé ne tudja megélni ezeket a tulajdonságait, amitől ő valójában ő maga. Vagy a férfiak listáján is izgalmas dolgok vannak. Szeretnék, hogyha a nő az tökéletes lenne az ágyban, vad és szenvedélyes és tapasztalt és minden, de ha lehet, akkor legyen szűz. Most nyilván kisarkítottam, ha lehet, akkor ne legyen túl sok exe ennek a nőnek, mondjuk úgy 2 maximum. Csak hát akkor hogyan lehetne neki ekkora tapasztalása a dolgokról, az intimitásról, a szexualitásról, hogyha igazából nem is tudta ezt megélni még élete során. Szóval az egyik legnagyobb probléma az elvárás listáddal, hogy valószínűleg ellentmondásos, és nagyon sok szinonimát is tartalmaz, úgyhogy teljesen fölösleges ezeknek a jó részét összeírnod. A másik nagy probléma az elvárás listával az az, hogy olyan tételek is rákerülnek a listára, amik egyébként rád nem jellemzőek. Nagyon sokszor találkoztam már olyannal, hogy mondjuk a hölgy, aki önmagát nem tartja spontánnak, fölírja a listájára azt, hogy a férfi legyen spontán, mert azt reméli a hölgy, hogy akkor majd a férfi spontanitásán keresztül ő maga is megtanulja ezt, és könnyebben fogja és lazábban megélni az élethelyzeteket. Rákerül tehát a listára a spontanitás. És ha netalántán tényleg egy ilyen férfit választ ez a nő, aki spontán, akkor viszont az fog megvalósulni, hogy néhány hét után a hölgynek vagy kihullik a haja, vagy föl fog állni a hátán a szőr, mert nem fog tudni mit kezdeni a férfi spontanitásával, nagyon fogja őt idegesíteni, hiszen egy megfontolt, egy tervező ember az baromira ideges lesz attól, hogyha valaki, egy spontán társ keresztül húzza a számításait egy új ötlettel. Vagy ha rajta van a listádon, hogy te szeretnél egy titokzatos nővel találkozni, akit mindig meg kell fejteni, és tényleg megteremted magadnak a kapcsolatot egy ilyen titokzatos nővel, akkor megint csak ki fog hullani a hajad néhány hét után, mert azt fogod megtapasztalni, hogy semmit nem tudtok egymással megbeszélni. Mert hogy nem látod át, hogy mi van ennek a hölgynek a fejében, mik a szándékai, és nem akarod megfejteni egy idő után, mert teljesen bele fogsz fáradni. És még sorolhatnám azt, hogy miben szoktak az emberek önmagukkal ellentmondásos tételeket szerepeltetni az elvárás listájukon. De talán a legnagyobb probléma mégsem ez az elvárás listával, hanem az, hogy miközben az elvárásaidra fókuszálsz, és arra, hogy azokat beteljesítse a másik fél, valójában nem vagy kíváncsi a másik félre. És ez gyakorlatilag az esetek 99%-ában meg is mutatkozik. Amikor valakinek egy nagy elvárás listája van, és azt gondolja nagy tudatosságában, büszkén önmagára, hogy ő most aztán már tudatosan tudja, milyen társat szeretne, akkor valójában a legkevésbé sem nyitott, a legkevésbé sem kíváncsi, és a legkevésbé sem tudatos. Játsszuk ezt le! Amikor van egy elvárás listád arról, hogy milyen legyen a belépő Béla, legyen ő nyitott, legyen ő fejlődőképes, legyen ő humoros, legyen egzisztenciája, de ne legyen exe, vagy ha van, akkor azzal ne tartsa a kapcsolatot, ne legyen gyereke, ne figyeljen oda a volt feleségére, ne legyenek női kollégái, ne legyen túl sok nőismerőse, akarjon kirándulni, akarjon sokat szeretkezni, ez a Béla, ez legyen magas, ez legyen sportos, de ne nézzen foci meccset, legyen bátor, de vigye le a szemetet, legyen házias, de közben legyen határozott, és mondja meg, hogy mikor, merre menjünk. Szóval, mikor összeírod Béláról, hogy ő milyen legyen, akkor gyakorlatilag ez olyan, mintha feladtál volna egy álláshirdetést. És ez arról szól, hogy keresem azt a valakit, aki kiszolgál engem, aki engem boldoggá tesz, aki úgy csinál mindenben, ahogy az nekem jó.
vagyis a figyelmed kizárólag arra összpontosul, hogy te kapj. És ezzel nincsen semmi baj, csak legyél erre tudatos, hogy te most az alapján működsz, hogy kizárólag kapni akarsz, és bizony az picikét sincsen benne a rendszeredbe, hogy vajon azt a másik embert mi mozgatja, mi működteti, mit miért csinál. És ahogy mondtam, játsszuk ezt le. Mondjuk megérkezik egy ilyen társ az életedbe, és elkezdetek egymással levelezgetni, és úgy tűnik a levelezgetés nyomán, hogy ti nagyon sok mindenben megértitek egymást, és egy hullámhosszon vagytok. Ez is klappol, az is kappol, veszi a humorodat, hasonlóak a céljaitok, még az életetek előző szakaszaiban is párhuzamos történéseitek vannak, már-már úgy tűnik, hogy benneteket is az Isten is egymásnak teremtett. Majd megbeszéltek egy találkozót, és valahogy úgy alakul, hogy a találkozót ez a kedves új ismerős valamiért lemondja. És neked, akinek az elvárás listád van a fókuszban, ez azonnal vörös lámpát fog jelezni, veszély, és azt fogja ez számodra ez a lemondás közvetíteni, hogy na tessék, ez a férfi is megbízhatatlan, ez is csak ígérget, nem illik bele a listába, már megint nem vagyok fontos, már megint nem sikerült a következő párkapcsolatom sem, és teljesen elúszol abban, hogy vagy önmagadat sajnálod, vagy az elvárásaidhoz ragaszkodva, azokba kapaszkodva elítéled a másik felet. De kíváncsi vagy-e igazából arra, hogy miért mondta le a találkozót? Nem, az nem számít. Hát mit érdekel engem? Egy hónapja beszélgettünk, megígérte. Ez engem nem érdekel. Átvágott, hazudott, megbízhatatlan. És haraggal mész tovább. És a következő alkalommal az elvárás listádat ki fogod egészíteni azzal, újabb tételekkel, mert te tudatosnak tartod magad, hogy a másik fél legyen nagyon pontos, mindent jelezzen előre, sőt, lásson a jövőbe, és még sorolhatnám. És már is kiegészült a listád 2-3 új tétellel. Ahogy mondtam, az a listád, ami leginkább bezárja a figyelmedet, és nem tesz téged nyitottá, és nem engedi meg neked a saját listád, hogy megéld önmagadat egy kapcsolatban. Amikor azt mondjuk, hogy legyen sok igényed, de ne legyenek elvárásaid, akkor mi azt mondjuk, hogy inkább azt írd össze, hogy mi mindent szeretnél megélni egy párkapcsolatban. Azt írd össze, hogy te mi mindent szeretnél csinálni egy párkapcsolatban. Mire kell neked egy társ? Hogy szeretnél megélni örömöket, nevetést, kirándulást az erdőben. Legyél nagyon pontos. Nem csak azt kell megfogalmaznod, hogy programokat vele, hanem fogalmazd meg magadban azt is, hogy milyen programokra van igényed. Ejtőernyősugrásra? Falat mászni? Vagy erdei sétákra mennél szívesen? Vagy inkább múzeumokba, színházba, operába mennél az új társaddal? Fogalmazd meg azt, hogy mi mindent szeretnél vele csinálni, vele megélni. Azért lesz pontosabb ez a listád, mert ez rólad szól. Ez arról szól, hogy neked mi ad örömöt. Ez megfogalmazza és körülírja ez a lista, hogy tulajdonképpen ki vagy te, és milyen tevékenységekben tudod önmagadat elképzelni, önmagadat megélni. És ha ezekhez a tevékenységekhez vonzod a társat, akkor jó eséllyel ezeket meg is fogjátok tudni együtt élni. Az elváráslista, amit most megalkottál, vagy amit eddig használtál, az nem rólad szól, hanem az valaki másnak a tulajdonságait fogalmazza meg, valaki másról alkot szabályokat, állít föl szabályokat és korlátokat. Amikor másról alkot szabályokat, akkor valójában nem vagy nyitott. A listádra fókuszálsz, és vakon menetelsz, mindenáron kapni akarsz, és óhatatlanul csalódni fogsz. Mindig csalódni fogsz. Az segít, ha megalkotod azt a másik listát, hogy mi mindent szeretnél megélni, elkezded ezeket a dolgokat megélni, belevinni az életedbe, ráhangolódsz ezeknek a tevékenységeknek a hangulatára, a rezgésére, belehelyezkedsz, elképzeled benne magadat, sokkal valóságosabban fogsz ezzel teremteni. Nyitottá válsz, örömtelivé, sugározni fogod a jó kedvet, és kíváncsibbá válsz a másik nemre is. Légy kíváncsi
a másik nemre. A nyitottság az nem csak azt jelenti, hogy nyitott szemmel járok és észreveszem a másik nemet, hanem azt is jelenti a nyitottság, hogy kíváncsi vagyok rá, meg akarom érteni. Szeretném felfedezni azt, hogy mi mindent tanít nekem, milyen az ő világa, hogyan éli meg ő ugyanazt, amit én úgy élek meg, ahogy megélek. Mi mindent lát ő ugyanabban a filmben, ugyanabban az élményben, ugyanabban a sportban, amit együtt megélünk. Mi az ő félelme, mik az ő sémái, mi az ő vágya, mik az ő képességei. Tehát a nyitottság az azt jelenti, hogy érdeklődsz. Te is legyél kíváncsi a társra, ne csak a két lábon járó elváráslistádra. Minél inkább bele tudsz helyezkedni az igényeidbe, és minél kíváncsibbá tudsz válni a másik nemre, a leendő társra, annál biztosabb, hogy meg fogod teremteni magadnak az életedbe. De ha csak az elváráslistád marad, 240 tétellel, belekorlátozva magadat a listába, és nagyon sok félelmet pakolva mögé, akkor bizony csalódni fogsz, és csalódás után fog érkezni az életedbe. Talán még nem késő, mert hát sosem késő, hogy egy új listát fogalmazd meg. Tedd meg ezt, én kívánok neked ehhez sok sikert, és természetesen azt az új társat is. Hogy hogyan tovább az önismeretben, az egymásra való nyitottságban, a világ felé való nyitottságban, vagy hogyan éld meg magadat jobban, és hogyan legyél boldogabb, ebben segítünk téged a továbbiakban is. Tarts velünk az exkluzív haladó önismereti videócsatornán itt a YouTube-on, ahová úgy tudsz csatlakozni, ha a videóim alatt megkeresed a csatlakozás feliratú gombot. Ezt csak akkor fogod látni, ha be vagy jelentkezve a YouTube fiókodba. Ha be vagy jelentkezve és mégse látod, akkor se esz kétségbe, nyisd le a videóim alatt a részletes leírást, a videóról szóló részletes leírásos szöveget, és abban is meg fogod találni a linket, ami elvezet téged a haladó csatornához. Szeretettel látunk ott is. Vagy tarts velünk önismereti kurzusainkon, élőben vagy élő online, személyesen vagy élő online közvetítése. Az élő kurzusainkon kérdezhetsz is, úgyhogy akár még rád is szabhatjuk ezt a kurzust, minden kérdésedre aktuálisan választ kaphatsz. Vagy szerezd be otthonra önismereti könyveinket, és juss felismerésekre otthon, kényelmesen magadról. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak kívánnál még.